Itt van a végén egy sugárcső, ez 60 méter hosszú, és ki szoktuk húzni. Wunderland óvodába járó gyerekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltóautó rejtett kincseivel. A lánglovagok azért vonultak ki az intézményhez, hogy felhívják a gyerekek figyelmét az idén is induló rajzpályázatukra. Évről évre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési Bizottsága meghirdeti az alkotói pályázatot óvodások, általános iskolások és középiskolások számára. És most abban az apropóban jöttünk ide a Wunderland óvodához, hogy egy kicsit propagáljuk még jobban, hiszen a pályázatokat már be lehet nyújtani az igazgatóságunkra egészen április 30-áig. Úgyhogy ebből az apropóból ide érkeztünk, ugye a Wunderland óvoda azért esett a választás rá, mert ők már többszörösen országosan is elért eredményeket mutathatnak fel, többek között a legkreatívabb óvoda volt az elmúlt évben. Tavaly 485 pályamunka érkezett az igazgatóságra, melyből közel 80 darabot a Wunderland óvodából küldtek be. Azt gondolom, hogy mindig korábban kell kezdenünk azt a dolgot, amikor is a gyerekeket a tűzmegelőzésre, a tűzzel való kapcsolatra tanítjuk, hiszen elég sok sajnos az olyan jellegű tűzeset, ahol mi emberi mulasztások következtében keletkezik, és hogyha már tisztában van azzal a szabállyal, hogy is kellene, miképpen lehet megelőzni, vagy éppen az oltásával tevékenykedni, akkor már nyertünk, én azt gondolom. A bátrabbak a sisakot vagy a kesztyűt fel is próbálhatták. Egner Dominikától megtudtuk, hogy mit is csinálnak a tűzoltók. Ha tűz van, akkor el szoktak menni tüzet oltani, távol tüzet, meg lakásba tüzet, a konyhába tűz van, és láttam a tűzoltóba egy ilyen csövet, amiben locsolják a vizet. Dominika azt is elárulta, mit fog rajzolni a pályázatra. Egy tűzoltó embert, ami van vele ruhával, és ott áll kint a tűzoltó mellett. A Wunderland óvodában már több éves hagyomány, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez. Nagyon szeretik a gyerekek az ilyen akciókat, és bár már többen láttak tűzoltóautót, és rendszeresen járunk is a gyerekekkel, a nagyobb gyerekekkel a tűzoltóságra, azért mindig izgalmas, mert ez egy ilyen kedvelt szakma a gyerekek körében. Nagyon sok ismeretet magukba tudnak szívni ilyen alkalommal, és nagyon érdekli őket mindig, mikor ilyet látnak. Óvodánk évről évre részt vesz benne, és nagyon szép eredményeket értünk el eddig, még mindig, és azon leszünk, hogy továbbra is így legyen. Nagyon szívesen rajzolnak a gyerekek, és évről évre már nem is meglepetés, hogy van ilyen, várják ezeket az alkalmakat, és beküldjük a rajzaikat. És az óvodánk programjában is benne van, hogy a tűzzel, mint elemmel is ismerkedünk, tűz, víz, levegő és földelemekkel, és nagyon jó, hogy közel is van a tűzoltóság, szoros kapcsolatban is állunk velük, és a gyerekeknek úgymond első kézből van információjuk róla, és kézzelfogható dolgokat látnak. Idén olyan alkotásokat várnak, amelyeken a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják a gyerekek. Lehet rajzolni, festeni, makettezni, verset vagy akár mesét írni. A pályaműveket április 30-áig lehet benyújtani postán, e-mailen vagy előzetes egyeztetés után akár személyesen, a korcsoport és a kategória megjelölésével.